lehetne, hogy az olimpiai résztvevők száma is bővülni fog. Délelőtt már az előfutamok során közelúszott az olimpiai szinthez Milák Kristóf, aki 1 perc 56,44 század másodperces idővel messze a leggyorsabb volt. Mártorián tudott még rajta kívül 2 percen belül úszni. Kokó Anton érkezett a gyűriek versenyző, az egyes pályára a kettesre Mizsei Márk, Kőbánya Sportklub. Török Dominik Márk, aki a hármasra érkezik, tegnap egyébként negyedik volt 200 vegyesen. Itt pedig az olimpiai világ és Európa bajnok Milák Kristóf, aki a legutóbbi 6 országos bajnokságban 4-et meg tudott nyerni, 2-szer pont Kenderesi előzte meg, akkor ezüstérmes volt Kenderesi Tamás mögött, tegnap megnyerte a 100 gyorsot. Az Európa bajnokságon emlékezetes módon dupláztak Márton Richárddal, aki tavaly Rómában pont Milák mögött volt ezüstérmes. Hatosra érkezik majd Verasztó Dávid, a Ferencváros úszója, mehetesen Kennedy Valér Huba Győr, és a 8-as pályán pedig egy fiatal debreceni úszó, Zombori Szalontai Ferenc. A valaha úszott 12 legjobb időeredményből 9 Milák Kristóf nevéhez fűződik, ezt gondolom azért sokan tudják. 5-ször úszott már 1.52-n belül is. Minden idők legjobb eredményének listáján a legjobb 5 úszás az ő nevéhez fűződik, úgyhogy nem árulok el vele nagy meglepetést, hogy ő a nagy esélyes íme Milák, aki 36 alkalommal úszott már pályafutása során jobb időeredményt, mint az olimpiai szint. Ez egyébként 1 perc 55,78 század másodperc. Ezt azért itt a döntőben véletően meg fogja tudni úszni. A kérdés csak az nyilván nagyjából, hogy ki lesz mögötte az ezüstérmes. Erre a pozícióra pedig Márton és Verasztó, vagy éppen Török Dominik Márk is bejelentkezhet. Milák Kristóf a 4-es pályán, tehát a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében, ami a délelőttöt illeti, akkor 25,26 század másodperccel kezdett Milák. Ennél véletlenül azért jobban meg fogja úszni majd az első 50-et és a hátralévő 150 métert is. Márton Richárd pedig mellette az 5-ös pályán nagyon szépen tartja egyelőre edzéstársa, illetve klubtársa tempóját. 25-13-mal kezd, és Márton pedig mindössze 6 századdal mögötte. Ők már ketten jól ki is emelkednek a mezőnyből. Egyelőre a harmadik helyen Török Dominik Márk, az ő hátranya is már jó másfél másodperc. A világbajnoki szintje egyébként Miláknak és Márton Richárdnak, valamint Kenderesinek is megvan. Itt azért nagyjából a VB részvétel az élen haladó két úriemberé lesz, ezt jó eséllyel jósolhatjuk, még akkor is, hogyha Sós Csaba szövetségi kapitány majd csak az országos bajnokság végén fog csapatot hirdetni. 53-99 a 100 méteres részidő, ez több mint 1 másodperccel gyorsabb, mint délelőtt volt Milák Kristóftól. Márton fordult egyébként egyetlen század különbséggel az első helyén itt 100 méternél, de ennek itt kettőjük viszonylatában egyelőre nincs jelentősége, mert a harmadik 50-en Milák begyújtja a rakétákat, és most már elmegy a szintén a budapesti Honvéd színeiben úszó Márton Richárdtól, és egy bő féltesthoz különbséggel vezet. Időre átszámítva ez pedig több mint 1 másodperc. 1.23.14, ez most már 2 másodperccel is jobb, mint a délelőtti úszása Miláknak. Ez azt jelenti, hogy itt 1.54-en belül úszhat majd adott esetben a döntőben. Az országos bajnoki cím az nem kérdés, és meg lesz az olimpiai A-szint, ezt így láthatatlanban kimerem már jelenteni Milák Kristóftól, aki megnyeri pályafutása során 5. alkalommal a férfi 200 méteres pillangóúszás magyar bajnoki címét. Nézzük az időt, a végére brutálisan jó lett, 1.52.58, Márton Richárd a második, az ő ideje 1.55.62, ez is egyébként olimpiai A-szint, úgyhogy a tegnapi 1500 gyorshoz hasonlóan itt is 2 magyar úszó ússza meg a párizsi olimpia szintjét, úgyhogy Milák Kristóf és Márton Richárd is gyakorlatilag olimpiai résztvevőnek vallhatja magát mostantól. Török Dominik lett végül a harmadik, aki szintén végül 2 percen belül 1.59.63-mal megszerzi a bronzérmet. A második száz az nagyon komoly volt Milák Kristóftól. Az első száz egyfajta ráhangolódás, akkor még Márton Richárd ott volt mellette. Tavalyi év egyik legmeghatóbb, legszebb sportpillanata volt ott a római dobogón, amikor Milák fölhívta maga mellé Mártont, az Európa-bajnoki ezüstérmest. Itt most megteheti majd ugyanezt az országos bajnokságon is, hiszen ezúttal is dupláznak. Milák Kristóf országos bajnok, sorozatban harmadszor nyer ezen a távon, csak úgy, mint tegnap ugye 100 gyorsan, is vár rá majd még egy döntő, hiszen 50 gyorsan is ott lesz majd Milák a mezőnyben. Itt most egy nagyszerű idővel, olimpiai A-szinttel megszerzi a bajnoki címet, de Márton Richárd is az olimpiai szintidőn belül úszik. Jár az ökölpacsi, két klubtárs, tehát hozza tulajdonképpen a papírformát, és mind a ketten olimpiai.